Ó, nem teljesítettem a ninja toborzás küldetés. Hát mondjuk nem volt rá pénzem. Ezeket a sárgákat itt kinyírom aztán. Haldokolnak a vizem, vagy mi? Titkos rendőrség. Na, az is jó. Az jöhet. Ó. Megkérem őket, hogy engedjenek be oda. Megengedem nekik, hogy 5 vagy 20 határozatlan ideig belépjenek a területemre. Én meg csak 5 kört kérek. Nem engedi. Jó, mindenesetre talán kibírok itt még a vizen 2 kört. Azt írta, hogy még 2 körig kéne jobban lennünk, és akkor... És akkor utána nem romlik a diplomáciai viszonyom a többi klánnal. Felkelés lesz! Megint! Valaki magyarázza már ezt el nekem. Még 1 kört kell kibírnom. Valaki magyarázza már el nekem, hogy mitől van ott feszültség? Olyan jó lét van ott, úgy fejlődik a virágzik a gazdaság, amióta ott vagyok. Felázadtak uzemben. Jó. Az igen, ez mondjuk nem egy semmi terület itt. Igen. Sőt, tudom. Ez elég erős lesz. Ez érdekes lesz. Tudom, ki jött! És senki nem maradt ott. Hát én ezt automatában lenyomom, mert általában csak rosszul járok. Ha én viszem le ezeket a csatákat. Űrhosszú győzelem. Tök jó. Még egy csata? Ja? Hát, mit tudok tenni, egy hajom maradt kész. Hova menekül az? Hát, üldözhetett, nem számít most. És fosztogatnak. Kik ezek? Kik ezek a narancsok? Honnan lett ekkora sereg itt? Na véletlen mellé nyomtam. Csak megnyerem, több az esélyem. Nem! Menteni kellett volna. És honnan lett ekkora sereg, amikor az előbb... Itt ragadtam. Nekem itt a vége. Kik ezek? Lázadók, kik. Na most már legalább lesz bevételem, nem tudom miért.
világ másik végénről kell jönnöm, de el kell indulnom. Tudom, hogy nincs esélyem, de azért neki ugrom, hát most. De van! El is süllyedt. Első tengeri győzelmem. Ajaj. Medi 2-ben, ha rendeztél egy népirtást, utána nem volt ki felázódjon, itt úgy tűnik máshogy van. Ja. Úgy tűnik. Na. Jaj, nem néztem meg, mi a küldetés, csak azt, hogy jaj, de jó. Na, Victory. Iwate, Miyagit, Fukushimát és Kyotót kell elfoglalnom, és akkor nyerek. És 25 provinciát kell megtartani. Nagyon jó. Ez blokkád alá bent van, hogy ne tudjon itt. Szórakozni. Hát mondjuk ja, a tábornok nélkül mentem csatába, de akkor is. Ez meg még nagyon sok el fog érni. De hát figyelj, víz, a utóba vagy ugóba, meg mit tudom én, volt helyőrség mindig is, és mindig olyan csapatok jöttek ki, attól függetlenül, hogy megállíthatatlan volt. Nem számít a helyőrség, akkor is fellázadnak. Na, vezér születés. Helyes. Na, hova lett az enemi? Meglépett? Eznek hogy jött ki, hogyha az a kis hajó? Ha elvileg blokkád alatt van? Egy kereskedőhajót kihozok. Nem tudom, hova lettek azok. Azt meg kell javítanom. Hoppá. Retreat. Azért a hajóba beszállhattatok volna már. De nem kell beszállni a hajóba. Minek szállnátok be a hajóba? Ott a hajó mellettetek. Oda úgy is tudnak vagy úgyse tudnának követni. Hát nem? Hát de. Amúgy pont most gondoltam rájuk, hogy el kéne onnan vinni őket. Ó. Most már mindegy lenne, hogy a hajóba maradtok-e vagy sem. Ajaj. Hoppá. Megvan. Te a ceremónia. Hát kell a Damjónak egy kis becsület, mert... Na nézzük. Naganita szamuráj. Na, de sok pénzem boros hirtelen. Jó, majd mindjárt megnézem, hogy mi nyomja a kis szívecskéjüket, de...
Hát gondolom azt, hogy megszálltam őket, tehát máshogy annyira nem. De az talán nagyon. Na mik vannak ezekkel a lázókkal még? Most így elég erősek a csapataim. Ja, mondjuk azért ekkora a bevételem, mert meghaltak a csapataim. És nem kell annyit etetni. Na. Akkor bocsáss meg most, emberke, de most a véget. Nem menekülünk. Azaz. Szinte nem veszítettem semmit. Meggyógyítom. Lépcsőzetes gazdálkodás is jöhet. És még toborzódnak az emberek. De most mindenütt béke és jókedv van. Ugyan izé, leadership. Nincs líder az egyik csapatomnak. Nem tudom melyiknek. General. Te mi vagy? Dam jó. Aha. Viszont jó lenne tényleg egy tábornok a csapatba. Na nézzük, hogy milyen állapotban vannak itt. Adóteher. Becstelen dam jó. Kastély elnyomás az elég. Hát ide még a sereg se kell. Foghatom. És egyesíthetem seregeimet. És aztán majd a hajóval megtámadhatom újra barátomat. Remélem. És újra megpróbálom. Na innen talán majd be lehet járni az egész helyet, és egyetlen egy úttal le tudom pakolni majd az egységeket ott, ha meg nem, akkor buktam, és akkor annyi. Nem fog lemenni a bevétel, mert most csatába indulok.
kapcsolatosra kell még egy kis pénz. Hoppá, lázadás veszély. Nem kíván. Nem klán vallás. Bestelen, nem jó adó teher. De csak gyere vissza. És legyen még itt pár emberke, akik. Hát ezek nagyon drágák, inkább a katonai elnyomás. Azok ilyenek legyenek. Olcsóbbak. Nem erősítem ezt meg, mert akármikor fellázadhatnak a kedveskék. Konstrukció. Ez kéne nekem még mindig. Ja, hogy nincsen. Nincsen ilyen fejlesztésem még mindig. Aha. Jó. Akkor azt nem. Hát akkor viszont csináljuk meg ezt. Kisebb az esély a lázadásnak, ugye? Na nézzük! Ja, hogy ilyenkor nem tud mozogni. Remélem nem nyírják ki a hajómat. És menthettem volna is egyet, mondjuk úgy, csak úgy. Hopp, egy hajó. Jó, nem támadtak meg. Fellázadtak. Na nézzük ezt a mentést. Oké. Remélem a legjobb útvonalon megy. Nem! 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 Csak ott tudja belepakolni, értem. Mert ott parkol. Ez mindjárt kiderül, hogy megtámad-e. Valószínűleg megfog. Most. Nem támadott meg. És már megint esznek ott. Na, ez a város meg lesz. Kész, itt már nincs mese. Ennek annyi. Többit is meg kell védeni valahogy, de ez meg lesz. Mit akar? Hatalom hatalmas, jólét, miért? Hát nekem annyi. Háborúban állok Ikko Ikivel. Hát ezt nem hiszem el. Hol van az az ellenség a... Ó, oh, értem. Érthető. Azt akkor is beszerzem. Nagyon jó.
foglalom békésen. És akkor elvileg most mehetek is vissza. Elvileg békés elfoglalás van, és... Az adó nem tetszik nekik. Jó, nem megyek mindenkivel. De talán ezekkel igen. Hú! Hát itt olyan lázadás lesz, ha innen ezzel most kimegyek, hogy... És hogyha az amiót ide berakom, még akkor is. Hát de akkor is el kéne hagynom ezt a helyet, mert... Hát ez így nem lesz jó. Nem tudok hazamenni, segíteni. Most lenulláztam a dolgot, de... Nem fogom tudni megvédeni a földemet. Még jó, hogy békésen foglalom el. Így. Fosztogatni, 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 semmi más nem kell. Na jó, közben az ellen az itt, aki akárkicsoda ellen, láttam, hogy kivel van még ellenségben, és akkor... Nem fogadnak el egy kereskedelmi szerződést. Imagakava, mi a fene? Jó, hát... Elég gyenge, de legalább... Most már legalább jobban vagyunk. Nem állok jobban a többi... dologgal. Senki nem akar velem tárgyalni. Takedákék. Megpróbálok szövetséget kérni. Na, sikerült. Legalább együtt nézünk szembe ezzel a Itako Ikivel, amik bazi nagy területeket uralnak. És nagyon közel vannak hozzám. Nagyon jó. És most hol van az elemi? Hajóba szálltak, hogy valamit visszafoglaljanak? Tehát, hogy tényleg felmentem őket az adózással, amely majd mondjátok, hogy úgy kéne megoldanom a szitút. Na, még egy ideig nem. Oda is rakok egy várat, akkor sokkal kisebb dolognak kell ott lennie. Ó, és tudok fejleszgetni is. Hát meglátjuk, mi lesz itt. Mm.
Ezeket kéne először elpusztfogni. Ezeket. Aztán utána jöhetne a többi. Hát haladhatnék akkor esetleg tovább ezekre a területekre, ez ellenséges terület, ugye? Még nem baj, hogy ott maradt a sereg, mert jönnének egy hajóval, ezt sehogy sem tudnám megvédeni. Egyelőre talán jól is járó. Piacot hozok létre, az jó. Hoppá. Hát tudom, hogy semmi esélye nincs, nem is azért hoztam létre, hogy harcoljon. Hoppá! Ez hol van helyileg? Uzenben. Nem akarom most ével húzni az időt, és elvileg simán megnyerem. Ja. Szuper. Na ezzel is kevesebb a probléma. Na jó, most egy Ikoiki hadsereget kell legyőznem. Hogy vannak? Plusz 8. Ha kihozok innen sereget, akkor hogy lesznek? Plusz 2. Tök jó. Akkor mehetek harcolni. Na nézzük. Az vagy itt túl nagy sereg van még mindig. Ó, újra szervezés, ez plusz 10%, az jó. Na jó, egyesüljetek ott aztán. Te is gyere oda ki hozzájuk. Szerintem ti nézelődhettek már, nem? Ó, csak ott lehet átmenni, itt nem. Aj, de jó. Nincs akár még nekem. Jari szamuráj meg, gyalogos íjász meg minden. Nem tudok Jari szamurájokat létrehozni. Na, ennyit így még létrehozok. Pörköljünk oda nekik!